Na, sziasztok! Ez egy nagyon-nagyon lassú, fáradt videó lesz, konkrétan most értem haza a suliból. De úgy gondoltam, hogy ezt most azonnal veszem fel, mert most van bennem a gondolat. Szóval beszéljünk egy kicsit arról, hogy miért is kezdtek, vagy miért is kezdtem videózni, és miért is videózok még a mai napig is. Na most egyébként megjegyzem, hogy ez a videó teljes mértékben vágatlan. még azt nem tudom, hogy mi lesz a képen, de valószínűleg nem sok minden, szóval ez egy tipikusan olyan videó, ami, ami mellett így lehet mást csinálni. Szóval miért is kezdtem videódni? Felmerülhet a kérdés. Egyébként nem tudom, hogy ez ki a francot fog érdekelni egyáltalán. Az biztos, hogy én ezt felveszem, én ezt felrakom, aztán ha úgy gondoljátok, meghallgatjátok, ha úgy gondoljátok, nem, erről majd később. Uh, tehát, miért is kezdtem videózni, esetleg magamutogatásból, vagy, vagy esetleg hírnévért? Igazából megmondom őszintén, hogy már én se tudom, hogy 2011 nyarán, ha jól emlékszem, uh, miért kezdtem el ezt az egészet. Azt tudom, hogy most. Jelen pillanatban miért csinálom, még mindig? Jelen pillanatban azért csinálom, hogy megpróbálok pár embert szórakoztatni. Na most én ezt próbáltam már az utóbbi időben megtenni különböző módokon, és azt kell, hogy észrevegyem, hogy abszolút ez a szivacs csatorna, ez annyira nem egyedi. Uh, tehát így semmi nincs rajta tulajdonképpen, ami miatt azt mondanám, hogy igen, hogyha nem én lennék szivacs, akkor feliratkoznék magamra, értitek? Tehát nincs olyan tartalom, amire azt mondhatnám, hogy tehát amire büszke lennék. Tehát felrakok egy videót, és nagyon tehát nem érzem azt, hogy ez egy eredeti ötlet, és ez egy jó videó lenne. Tehát olyan, úgy még sosem jártam, hogy felraktam a videót, és azt mondtam magamban, hogy na igen, ez egy jó videó. Na most gondoljunk bele, mit csinálok gameplayeket. Azt meg lehet találni 86 milliárd másik csatornán. Nem vágom a videóimat, tehát még nem is dolgozok rajtuk túlságosan sokat. Tehát én nem tudom, fogalmam sincs, hogy jelen pillanatban miért van majdnem 33 ezer feliratkozom. Fogalmam sincs. Erre is úgy majd vissza szeretnék térni később. De nem, nem tudom. Tehát Ugye azért csinálom a videóimat, mert egyrészt azt a pár ezer embert, aki megnéz, azt ezzel remélhetőleg tudom szórakoztatni, és, és hogy tulajdonképpen ez a, ilyen az én stílusom. Tehát ezért fel, felrakom a videót, és aki nézi, azt, tudja, hogy ilyen vagyok én tulajdonképpen. Tehát ez, ez, ez ilyen teljesen őszinte csatornának indult, és még szerintem az is. Uh, hogyha már az őszinteségről van szó, abba is beletartozik egyébként, hogy nem vállaltam eddig semmiféle ilyen szponzorációs dolgot, már pedig megkerestek többen is, hogy akkor mutassam be ezt a videót, és kapok ennyi összeget. Nem. Tehát szerintem a YouTube arról szól, hogy mindenki a saját egyéniségét teszi oda. És engem nem érdekel, hogy mit mond, mert lehet érvelni emellett órák hosszat, de. Én ezt a csatornát azért csinálom, mert én vagyok rajta, és az van rajta, amit én szeretnék. És hogyha van egy olyan játék, amit én beszeretnék mutatni, akkor azt majd én a saját fogom és megveszem. Tehát ezért nem, nem volt semmiféle szponzorált tartalom, és meg is ígérhetem, hogy semmi ilyesmi nem lesz a jövőbe se. Uh, tehát mit is akartam még mondani? Most jön az a fantasztikus kérdés, amire már én sem tudom a választ. Uh, Szponzorációról volt szó, és hogy miért videózok. Igen. Tehát, ugye, mint mondottam, vala uh, semmi különlegesség nincs a csatornával, ami engem kifejezetten, hát nem azt mondom, hogy zavar, mert továbbra is uh, szeretek videózni, és nem tervezem abba hagyni, csak szerintem nem, tehát nem értem, miért van itt ez a 33 ezer, és egyébként nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt van. Tehát ez, ez tudom, hogy minden videós ezt mondja, de aki videózott már valaha és elért egy bizonyos feliratkozó számot, azt szerintem tudja, hogy igazából itt mást nem lehet mondani. Tehát olyan hálás vagyok minden egyes néző, mert aki néz, hogy ezt, ezt nem, Tehát nem, nem tudok mást mondani, mint Más videósok, akikkel értékeztet. Tudom, hogy nagyon sablonosan hangzik, de igaz. Tehát ez 100%-osan igaz, hogy, hogy uh, szeretek mindenkit, és nagyon örülök annak, hogy néztek. Uh, és itt jöhet szóba az a kérdés is, hogy uh, miért van az, hogy van körülbelül 33 ezer feliratkozom és ebből van 1000 vagy 2000 ember, aki rendszeresen néz. A választ én erre nem tudom, valószínűleg én rontottam el valamit, mert már megszoktam általában, hogy az életemben eddig mindent elrontok. Valószínűleg ezt is valahol elrontottam, de én ezzel úgy vagyok, hogy abszolút nem érdekel. Tehát az az 1 embert én tudom szórakoztatni a kis szarminőségű, undorító videóimmal. Mert egyébként ezt gondolom magamról, tehát abszolút nem tartom magam jó videósnak. Szóval egyesek odaadnák a fél lábukat, hogyha őket néznék rendszeresen egy-két ezeren. Tehát én ezért, tehát nekem az teljesen mindegy, engem ez nem érdekel, ha kettő ember megnézi, és kettő ember tudok szórakoztatni, és kettő ember rányom a like akkor én azzal baromi boldog vagyok, mert tudom, hogy kettő embert én azzal a fos videóval szórakoztatni tudtam. Egyébként visszatérve, mit is mondtam korábban, hogy nem tartom magam jó videósnak. Tehát én úgy vagyok ezzel, hogy én egy vagyok közületek, tehát volt már olyan példa, hogy írtam egy kommentet más magyar uh, YouTube videósok alá, és uh, jött a válasz, hogy, hogy uh, Szivacs is itt van, vagy nem hittem volna, hogy te is itt vagy. Miért ne lennék? Tehát én nem, mondom, nem, nem vagyok egy sztár, nem vagyok senki tulajdonképpen. Tehát konkrétan, hogyha jellemeznem kéne a YouTube karrieremet, akkor ez az egy szó lenne, hogy senki. Uh, tehát uh, én mondom, egy vagyok közületek, tehát nekem, én is mai napig nem értem, hogy. És engem szólítottak már le úgy, playlistén, hogy adjak nekik aláírást és fényképet, aminek szintén mondom, nagyon-nagyon örülök, csak nem értem, hogy én miért. Tehát egy vagyok közületek, tehát értitek. Tehát én nem, nem vagyok sztár, abszolút nem látom magam sztárnak, sőt, kifejezetten az ellentétének tartom magam. Uh... Igen, én is egy, egy, vagyok a sok ember közül, aki ezen a bolygón él. Ez egy most egy mellékes kérdés, hogy videókat is csinálok, de hát most és mit érdekel? Bárki tud videókat csinálni, bárki tud olyan videókat csinálni, mint én. Az most pont véletlen, hogy, hogy én csinálom ezt a videót, és nem te kedves néző ott a monitor a másik oldalán. mert valószínűleg te is ugyanígy ezt meg tudnád csinálni, mert mondom, ebben semmi nincs, tehát ez abszolút tehetségtelen vagyok. De az a lényeg, hogy én szeretem, amit csinálok, továbbra is lesznek videók, és remélem, és is továbbra is uh, kitartotok mellettem, de ha nem, tök mindegy, tehát ti döntésetek felül nem le is iratkozhatok, keresetek más, én abszolút megértem mondom, tehát ha én külső is szemmel nézném magam, én biztos nem iratkoznék fel magamra. Tehát uh, <kül> körülbelül ennyi, most így gondolkozom, hogy van-e még esetleg valami, amit mondani akartam. Hát igazából van, de az lesz, hogy másik videóban lesz mert az nem... nem közvetlenül fűződik a témához. Egyébként igen, tehát gondolom uh, feltűnt már páratoknak, hogy egyébként ugye a való életben hihetetlenül uh, nem vagyok, tehát önbizalom hiányos vagyok, de borzasztóan. Tehát bárki, aki engem ismer, például uh, Alfa, ugye Tomi osztálytársam, uh, tulajdonképpen egy ember, akit ugye barátomnak mondhatok, Uh, tehát hihetetlenül önbizalom hiányos vagyok, ez, ez uh, tükröződik abban is, hogy nagyon nincsenek barátok. Itt vannak barátaim, de olyan, hogy akkor most a legjobb barátomnak úgy senkit nem tudok nevezni szerintem. Tehát így barátok, jó, el vagyunk, de egyébként nem én vagyok az első ember, hogyha... Tehát nem én, nem én vagyok az első ember az ő szemében, hogyha azt mondja neki valaki, hogy akkor nevez meg egy barátodat. Tehát, mm, igen. Uh, egyébként ez az állapot, a szerintem a videózás miatt is, meg amiatt is, hogy azért én is felnőttem már valamennyire javult. Általános iskolában konkrétan, css, css, tehát szerintem tőlem antiszociálisabb gyereket még nem láttatok. Uh, de... Mondom, tehát ez egy kicsit már javult, szerintem a videózás miatt, meg amiatt is, hogy ugye új közegbe kerültem négy éve a középiskola miatt, de még hihetetlenül önbizalmiányos és antiszociális vagyok. Tehát az a probléma, hogy kényelmetlenül érzem magam társaságban, egy nagyobb társaságban, és ez egy probléma, mert ugye én ragaszko tehát ragaszkodom a barátaimhoz, szeretem őket, és ez nem a módon, tehát ne értsétek félre, viszont újakat szerezni meg nem tudok, mert ilyen vagyok, tehát ez nem, igen. Tehát, uh... és pont ezért is félek amúgy az egyetemtől, mert konkrétan ki leszek ragadva ebből a közegből, amit nagyjából már jól megszoktam, és bele rakva egy vadonatúj környezetbe, ahol valószínűleg be fogok ülni egy sorokba, és nem beszélek senkivel. Mert Kény tehát egyszerűen kényelmetlenül érzem magam társaságban, és hogy jutottam ide? Most így beszélek, beszélek, mint a idióta, csak hogy jutottam ide, és mit akartam ebből kihozni? Valamit a videózással kapcsolatban. Tehát ugye, hogy nyilván euh, segített, és... Ó, gyerekek, nem tudom, mit akartam. Majd biztos, hogyha visszahallgatom a videót, amit nem fogok, mert utálom magam hallgatni, de ha visszahallgatnám, és eljutnék arra a pontra, akkor biztos eszembe jutna, csak most így már fogalmam sincs, Lényegében nem is akartam amúgy ezzel szerintem nagyon messzire menni, csak annyit, hogy, hogy jó dolog volt ez a videózás számomra, abból a szempontból is, hogy nem vagyok már annyira fatökű, mint voltam általában, Még mindig az vagyok, tehát mondom, igen, szerintem abszolút senki vagyok, tehát nem értek én semmihez. Most nézzétek meg, a súlyistantárgyakhoz nem értek, tehát szar vagyok mindenből. Nem tudok videót vágni, nézzétek csak meg. Tehát ilyen, ennél amatőrebb csatornát szinte nem találok. Nem tudok beszélni se normálisan. Nem tudok normálisan videózni erről. Beszéltem az elmúlt 10 percben, hogy miért nem. Tehát. Ja. Igen, nem, nem, nem nagyon tudom. Igazából csak mondok itt random dolgokat, és azt sem tudom, mit akarok szóval lehet, hogy le fogom zárni ezt a videót lassan, mert a szám is kezd kiszáradni. <kül> szóval, valamiért felhoztam a alfát. Nem tudom, teljesen mindegy, szerintem befejezem ezt a videót, mert össze-vissza beszélek, és szerintem senki nem fogja ezt se végignézni, mert ez is borzasztó. De, úgy, de ezt a videót már meg szerettem volna csinálni egy ideje, és most gyűlt össze bennem annyi gondolat, hogy... Ami nem sok, de most jött bennem össze annyi, hogy szímos most elmondom, feltöltöm aztán. Nem tudom, lesz valamilyen vészhangja. Minden esetre köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a akármit. Videók továbbra is leszek, mondom, tehát ö, szeretnék ö, ott maradni, tehát olyan, olyan földeken maradni, hogy na, ennek a mondatnak nem lesz értelme, már látom. Szóval szeretnék embereket szórakoztatni. Tehát valószínűleg uh, ilyen komoly, nagyon-nagyon komoly hangvételű videó nagyon sok nem lesz, csak hogyha van pár ilyen gondolatom. Uh, és úgy érzem, hogy uh, tehát, hogy ez a, ez a ismerd meg, ismerd meg szívecsot című uh, című tan tulajdonképpen. Csak hogy legyen egy ilyen is. De egyébként, mondom, fő célom a szórakoztatás, tehát megpróbálok akkor videózni, amikor jó kedvem is van, ami ma nagyon-nagyon nincs. És akkor tartjuk, megpróbálom tartani azt a, a nem túl nagy színvonalat, amit eddig is próbáltam tartani itt az évek során, aztán eljutunk valameddig. Nem tudom, szerintetek volt értelme ennek a videónak? vagy értitek, miről beszélek, mert az egy dolog, hogy én tudom, mit akarok mondani, csak nem biztos, hogy ezt a videót megnézve nagyon érthető lesz tulajdonképpen, mit is akarok mondani. De mindegy, mondom, lezárom, aztán lesz ebből valami kommenteket, nagyon szívesen várok tovább, és egyébként minden kommentet elolvasok mindig, mondhat bárki bármit. Én Csak ez egy dolog, hogy nem mindegyikre válaszolok, mert valamelyikre nem lehet, de higgyétek el, semmi okom nincs arra, hogy nem mondjak igazat. Én minden egyes kommentet elolvasok, szóval nagyon szívesen várok ezzel a videó is olyanokat, hogy esetleg ez tetszette nektek, vagy mit gondoltok erről. Aztán majd, nem tudom, folytatjuk valamikor, amikor nem leszek ennyire fáradt. Köszönöm szépen akkor a figyelmet, és sziasztok, jó éjszakát!